Itt van a bringám, és... I'm OG, y'all new to the game. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggel, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. Lényeget már tudjátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljatok kis csengőt, kis harangot, hogy nem adjatok el semmifel feltöltésről. Gyerekek, kijöttem újra ide az állomásra. Utána, amikor itt voltam, akkor most bevágom ide, hogy mi történt. Sajnos azt vettem észre, hogy az ilyen videókat, ahol veszekedés van, igazából nem volt semmi, még verekedés se, de valamiért azt a videót 100+ 1000-re néztétek meg, amíg ugye elmentem egy komolyabb helyre, a tengerre, leugrottam a hajóról 10+ méterről, és azt annyira nem néztétek meg, úgyhogy ezt nem értem, hogy igazából a hülyeség megy, a fasság megy. Amint az előző videóban láthattátok, elestem, és hogy őszinte legyek, tegnap nem fájt semmi, ma viszont rendesen érzem a vállam, meg hát izomlázom van vállba, lábba, plusz erre ma még rányomtam egy lábedzést, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog menni ma az edzés. Ami még változott, kesztyű, visszatettem egy régi kesztyűmet, ugyanis vettem Brassóba egy új kesztyűt, a tegnap felhúztam és körülbelül 20 perc alatt szétnyomta a kezem. Úgyhogy ez olyan, mint a kobboly csizma, lehet bele kell pisilni, és úgy kell felhúzni, hogy ne törje össze a kezed. Úgyhogy most egy picit pihentettem a kezem, visszahúztam egy régi kesztyűt, ami biztos, hogy nem sért, nem nyom, és várom, hogy gyógyuljon meg a kezem, aztán újra szerintem vizesen fogom felhúzni a kesztyűt, hogy az én kezem után igazodjon. Olyan, mint van még egy kis változás. Itt van a bringám, és elkopott a Monty gumim. És úgy voltam vele, hogy most már nagyon-nagyon szezon vége fele járunk, és amire még megrendelem és ideér, arra nem biztos, hogy lesz értelme. De úgy néz ki, hogy mégis lesz értelme gumit rendelnem. Ugyanis nem rossz ez a gumi se, eddig egy defektet sikerült vele még csak csinálnom. Most hátul tettem egy nehezebb downhill belsőt, ugye ami vastagabb falu belső, és most egész jól bírja. Kénytelen leszek venni egy Monty gumit szerintem, ugyanis képzeljétek el, én se hiszem el, hogy jövő hét végére, 27-ére Bukarestbe lett egy meghívásom egy valami bringás fesztivál, nem is értem, hogy lehet fesztivált tartani, mikor mindent visszamondanak, meg mindent bezárnak, meg nem hagynak semmit, valamint úgy néz ki, hogy október 3-án lesz végül országos bajnokság, amit mondok csak, hogy valakinek a hátsó udvarán lesz, egy olyan pályán, ami az ő saját pályája és körülbelül 3 éve ott edz, ami azt akarja, hogy minden egyes szögletét, sarkát, pupját ismeri, úgyhogy egész nehéz lesz rajta megvárni, sőt szerintem szinte képtelenség lesz megvárni, ugye otthoni pálya az még a futballban is sokat számít, nemhogy egy ilyen triálba. Ugye a versenyek azok arról szólnak, hogy odamész, kapsz egy pályát, és nem szabad végigmenni rajta csak gyalog, de biciklivel versenyen a pályára nem mehetsz fel. Ezáltal neki kurvára nagy előnye lesz, mert hogy ő ismeri minden csinyabinyát a pályának, úgyhogy elmegyek azért, hogy vegyek részt, de igazából nagy reményeket nem fűzök hozzá a versenyhez. És úgy néz ki, hogy még októberben még beakadt egy fellépés. Reméljük, hogy hát addig még van azért sok idő. Reméljük, hogy időközben nem lesznek további szorítások. Ugye a 27-én az biztos, hogy meg lesz tartva, ugyanis 27-én van a választások, a helyi választások, parlamentválasztások, polgármesterválasztások, és most valahogy meg is nyitották így a koronavírust, felnyitották egy picit, azért, hogy tudják megtartani a választásokat, de mindenki arra számít, hogy miután vége lesz a választásoknak, újabb szigorítások fognak bekövetkezni itt Romániába is, úgyhogy az ilyen 2-3 hét távból azt lehet mondani, hogy még semmi sem biztos, ugyanis napról napra változik.
a cucc. Na, én egy picit be voltam melegedve, de így addig pofáztam, hogy kihűltem, úgyhogy még egy pár ugrás nyomok bemelegítés gyanánt. Aztán igazából volt egy csomó projektem erre a hétre, de minden elmaradt. Remélhetőleg, hogy még az idén össze lehet hozni. Mint láthatjátok, olyan, mintha karácsonytál lenne, pedig nem karácsony van. Beütött a tél, én meg fázom is, úgyhogy még egy párat ugrok. Hoztam az állványt, úgyhogy ezzel fogunk ma filmezni. Ennyi elég volt az információkból, jön egy kis bringázás. Illetve izomláz van a váramban, de pont a húzás, itt ez a két izom, ugye, ahogy jöttem le a hegyről, szétrázta. Nem vagyok hozzászokva, triálva teljesen másképp dolgoznak az izmok. És ma volt egy egész komoly lábnapom, 120 kilóval 10 ismétlést csináltam, guggoltam, és teljesen szétvegmélve, meg amellett ugye a bringa is megölte a lábam, mert ugye az is másképp volt terhelve. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy top formában vagyok. Eljöttem most ehhez a falhoz, megpróbálok azért felszágyolni meg egy-két dolgot ide is. Tehát nem lehet mondani, jó a forma. Meglepő, hogy megy. Volt egy falatút a legmagasabb, amit eddig felnyomtam. 1.45 vagy valami ilyesmi. 1.40 plusz arra biztos emlékszek, most nincs nálam mérőszala. Hogyha ma itt vagyok, akkor megpróbálom azt is. Egy kicsit nagy. Yeah.
ez a baj, hogy nem is gondoljátok el, hogy mennyire ki tud engem venni koncentrációból az, hogy odajössz, csináljunk egy fényképet, akkor nem érted meg, hogy akkor gyere gyorsan, állj mellém, akkor izé, 3 percig csinálunk egy képet, utána teljesen kuka az egész ride-on már. Hét lesz 10 perc múlva, de tényleg valószínű, hogy mire kicserélem arra, be fog fegyedetni teljesen. Így néz ki a bringám, ahelyett, hogy nyugodtan edzenék, most defektet javítok. Amúgy is 20 fok van, és meg jó kis melegedek mellé, majd bemelegedek most, mikor be kell. Fel kell fújjam azt a kurva kereket. Mindig kell. Megvan a defekt. Gyerekek, annyira tudom már ez a videó. Nyomjatok sok-sok-sok lájkot, hogyha azt akarjátok, hogy jöjjek ide vissza jövő héten fresh-en is adjam be. Hát most megint defekt, úgyhogy ezt most megint nem csinálom meg. Annyira tudom már ez a videó, tetszett oda a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornának, kapcsolj be a kis csengőt, kis harangot, nem hagyd le semmifele feltöltésről. Mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Bíí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 í